Az Emberi Erőforrások Minisztérium, a sportért felelős államtitkársága a Magyar Diáksport Szövetséggel tavaly indította el a Sport legyen a tiéd elnevezési programsorozatot. A tavaszi 13 nagy rendezvényt követően az őszi nyitányon Nyíregyházán több száz általános iskolás gyerek ismerkedhetett 11 sportággal. Ez a sportági szakszövetségek részéről ugye az utánpótlás nevelésben egy nagyon fontos hatást fog gyakorolni, hiszen minél többen elkezdik űzni azt a sportágat, annál biztosabb, hogy a kiválasztás rendben lesz, és ugye az élsportolók helyén fogják hozni az eredményeket ezáltal. A Magyar Diáksport Szövetség elnöke szerint fontos, hogy minél több fiatal számára felkínálják a sportágválasztás lehetőségét. Tavaly 460 ezer gyereket értünk el, hogyha csak az iskolai programainkat nézzük, ahol egyébként 2-3 sportág szokott bemutatkozni, vagy hogyha még mellé a megyei jugovárosokban tartandó nagy sportcsarnokokban, mint itt például a nyíregyházi sportcsarnokban tartandó sportanyagtiad program eseményeit nézzük. Nagyon sikeres program, hála Istennek minden egyes alkalommal közel 1000 gyereket köszönhetünk ezekben a sportcsarnokokban. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke arról beszélt, hogy a hasonló rendezvények új távlatokat nyithatnak meg a sportolni vágyú gyerekek előtt. Nagyon jók a visszajelzések mind a testnevelő tanárok, mind pedig a gyerekek felől. Azt hiszem, hogy nagyon sok gyerek ismert meg olyan sportágat, amelynek a megismerésére nem igazán lett volna lehetőség a saját környezetében, a saját körülményeik között. Az év végéig még 6 nagyvárosban látogat el a rendezvény, emellett iskolákban tartanak majd bemutatókat a sportágok képviselői.